Kedves közönségünk, tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, és örömmel, hogy eljöttek a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának az élő folyóirata harmadik évfolyama második bemutató estjére, amelyen a Moldovai Magyarság című folyóirat, közéleti folyóirat, alkotói, szerkesztői, és hát a körünkben lévő Magyarországon élő szerzői is megszólalnak majd műveikkel is, beszélgetésben is, és bemutatják ezt a tőlünk 760 kilométerre szerkesztett, és ugyancsak nem 1000 kilométerre élő magyar közösséghez, magyar történelmi, kulturális, nyelvi, művészeti, irodalmi közösséghez tartozó folyóiratot. Ez a moldvai magyarság számára egy olyan lehetőség vagy eszköz, amelynek segítségével saját magukról hírt tudnak adni, és amelynek segítségével ők is kötődnek ahhoz az anyanyelvi irodalomhoz, ahhoz az anyanyelvi írásbeliséghez, amely a mai magyar közösségeket szervezi. Magyarországiakat, határon túliakat, hiszen tudjuk, hogy már a kis, nem két hazánk van, hanem azt hiszem öt, de tulajdonképpen a török időkben mondták meg azután is, hogy két hazában, Magyarországon és Erdélyben, de hát most már délvidéken, felvidéken, Kárpátalján is olyan önálló kulturális és etnikai közösséget képez a magyarság, amelynek hát a Kárpát-medencei összefoglaló nevet szoktuk adni, de a moldvai csángok azok a magyar közösséget, azt a magyar közösséget képezik, amelyek már nem is a Kárpát-medence területén élnek, élve őrzik a magyarságukat, hanem egy olyan űrcsopatja, csoportja a magyarságnak, amely sok évszázadon keresztül magára hagyatva is meg tudta őrizni identitását. Én most nagy örömmel átadom a szót az est házigazdájának, Jankó Laurának, aki majd bemutatja a mai este szereplőit, és hát vezeti ezt az estet. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Engedjék meg, hogy... Jankó Laura vagyok. Engedjék meg, hogy bemutassam a asztal körül álló, az esten közreműködő előadóinkat. Sok szeretettel köszöntöm Mirk Szidónia Katát, aki Csíkszeredából érkezett hozzánk. Szidi néprajz szociológia szakon végzett a Debreceni Tudományegyetemen, és doktori fokozatot szerzett néprajz tudományból ugyanezen az egyetemen, és lassan két évtizede, 1990 óta munkatársa a Székelyfölde, talán bátran mondhatjuk azt, hogy a mai magyarság, a Kárpát-medence, Kati szavaival idézve, egyik legrangosabb szellemi művészeti műhelyének, a Székelyföld folyóirat szerkesztőségének, ahol a ma este bemutatásra kerülő moldvai magyarság folyóirat is testet ölt. Szóval köszöntjük Mirk Szidónia Katát, a moldvai magyarság folyóirat felelős szerkesztőjét. Sok szeretettel köszöntöm Gábor Feliciát, aki Luizika Lagorból érkezett. A világra, ide Budapestről jött. Felici a Csíkszeredában és Szegeden tanult, első kötete 2005-ben Csángó vagyok címmel jelent meg a Csíkszeredai Hargitó kiadóhivatalnál, és aztán ez a kiadvány két későbbi kiadást is megélt. Két évvel ezelőtt pedig Csángó élet címmel a Magyar Naplónál jelent meg a második kötete. Csángó magyarnak vallom magam róluk, rólunk írok, ez a hitvallása, és nem mellesleg két gyermek. Rápillantok, és azt mondom, hogy boldog édesanyja, és ahogy említettem, Budapesten él. Sok szeretettel köszöntöm Demse Mártont, aki Somoskából való.
Székelyudvarhelyen szerzett tanítói diplomát, de ebbéli hivatását a diktatúrában rövid ideig gyakorolhatta alkotó munkát, ugyancsak titokban végezhetett, következésképp mozdonyvezetőként tudta a kenyerét megkeresni. Magyarországra történő áttelepedését követően nyílt lehetőség és tér írói, újságírói munkásságának a kibontakozására. Több próza és verskötet szerzője, a Magyar Újságírók Közösségének elnökségi tagja és a Magyar Népi Írók baráti körének szintén elnökségi tagja. Ez egy új információ volt számomra, azért kértem most a Marcitól, hogy súgjon. És Demse Márton is Budapesten él. És sok szeretettel köszöntöm Csoma Gergelyt, aki Budakesziről jött ide hozzánk, fotó és szobrászművész, író, a világ sok helyén ismert és elismert művész, számos, több műfajban rendezett egyéni és csoportos kiállítása volt. Köztéri munkái nem csak itthon, de otthon, Moldvában is gazdagítják a világunkat. Gergely nem mellesleg és nem utolsó sorban néprajzi gyűjtő és író, több és rendkívül értékes néprajzi kötete, fotóalbuma, elbeszélései, regényei jelentek meg a moldvai magyarok néphitéről, népi vallásosságáról, folklórjáról. Ma este előadó művészi minőségben köszönhetjük körükben, Lakatos Demeter szabófalvi költő verseit fogja tolmácsolni. Valamit rosszul mondtam, nem. És végül sok szeretettel köszöntöm a Berka együttest és jelenlévő tagjait, Tóth Dorottya énekest, Szalai Gündel Jánost, Endrődi Szabolcsot, Botlik Dávidot, Barna Györgyöt és Szengyel Istvánt. Az együttes, a moldvai... Szóval a moldvai és a gyimesi népzenét játszó együttes 2008-ban alakult meg, és az elmúlt években csángó költők verseinek a megzenésítésére is vállalkoztak, lemezeiket nagyon nagy elismeréssel fogadta a közösség. A közönség. Ma este nem az európai színpadokon és nem is táncházokban, hanem itt a műcsarnokban fogják megszólaltatni a moldvai népzenét és az énekelt verseket. Kedves vendégeink, az elkövetkezendő egy-másfél órában igyekszünk önöknek bemutatni a moldvai magyarság folyóiratot, a folyóirat keletkezés történetét, a műhelyt, ahol megalkotják ezt a lapot, alap céljait, feladatait, valamint az előbbiekben bemutatott alkotók felolvasásai révén pedig ízelítőt fogunk nyújtani a moldvai magyar, vagy ha úgy tetszik, a csángó magyar szépirodalomból. Örömteli és léleggazdagító élményeket kívánok mindnyájuknak, és felkérem a Berka együttest, hogy a zene szárnyain hozza ide hozzánk Moldvát, a moldvai magyarokat, akik nem csak a zenéjük, de azt hiszem, hogy mindannyiuk szívében is itt vannak most velünk. Thank you.
fúj, dogán a nagy szél, s azt se tudom merről. Alul le baj felül, baj édesen felül. Fú, de jó szél, fú, de hosszú útnak korát. Köszönöm szépen a Berkő együttesnek a hangulót. Hát nem tudom, hogy csak engem rázott-e végig a hideg, vagy önöket is. Én remélem, hogy önök is meghatódva hallották ezt a zenét, és hát azért az ember, ha csak ezt hallja, vagy ha csak ez jut eszünkbe a moldvai magyarokról, akkor azt hiszem, hogy mégiscsak nyertesek oldalán vagyunk, és nem a vesztesek oldalán. Úgyhogy éljen a moldvai magyarság. Ez volt a népzene, következik a szép irodalom. Fölkérem Lakatos Demeter élő és hallhatatlan hangját. Csoma Gergelyt, legyen kedves, mondjon el nekünk néhány Lakatos Demeter verset. Lakatos Demeter 1911-ben született, 16-ban édesapja meghalt, amikor a királyi román csapatok betörtek Erdélybe. Ez nem hátráltatta ez a családi tragédia, hogy Lakatos Demeter magyar érzelmű emberként élje le az életét, ahogy számos verse is tanúsítja. A ihlető forrása a falusi élet, a mindennapi munkafolyamatok és a magyarság tudata. Moldovának szívtájain, Moldovának szívtájain születtem, másznak ünőit a bonyhán őreztem. Csak az Isten tudja, hányszor nem ettem, mégis lúz alatt sokszor szültültem. Mezőt néztem egész nyáron a búzát, tarisnyámba enni tettek pulickát. Sokszor átkoztam gondomban a gazdát, mégis szeretem halálig Moldovát. Itt születtem, hol a szeret szompolyog, szülőfüldje mindenkinek szent dolog, nagy státám lelke köröttem itt bolyong, szegény székben hitván lelkem itt boldog. Innend nem menek, ha éppent kergetnek, énekelem új életét népemnek. A mezőgazdasági munka számtalan versében megjelenik, aratász. Megért a búza, ringosz a szél, arassz a rúza körökivel. Ürem szál alatt buba riú, seset nem kapott azért szíjú. Beszél a rúza, ő érti. Nem vár búza, kell aratni, hallgasszand a szád, moszni, kész. Hazafelé anyát szopva visz. Mosz kell aratni, hallgasz, ne bűgj, kinyert kell sajnálni, seppet megülj. Nem tudom, a buba megértette. Lefögyött a búza, zölbe vette, szietett a rúza, aratász nem vár. Minden szem búza elvesztetett kár. Kacagva szopik buba, kacagva. Zagya gyönyörködik kévékbe. Csodálatos tájleíró költészete van. A Napszentület című verse egy panteisztikus, életigenlő, csodálatos költemény. Impresszionalista bátorsággal írja meg azt a látványt, amiben állandóan amivel szembesült, és ami örökké boldogságra, gyönyörködésre késztette. A Napszentület. A humályok estefelé lángalnak, havaszok is piros tűzbe lobognak, mint harany hullámok zégből szállnak, ilentáltak ültük bámulva állnak, hegyek is, erdők is felvilágotnak, utulszú napszugarak a sziklán táncolnak, nap felkerülte világát mindegy stráng, és most utuljár marad egy vereszláng. Hecsek után a napsendbe leszen túl, faluba lasszackán beszetítül, sillagok felrobbannak zégre ott fend, s földre leszáll újból a szent csend. Már a hegyek is szetítve beburkoznak,
lütünt, csak a tüsekek még szullanak. Már a húd is a csillagok között áll, mintha nem mozog mezőnd egy szénaszál. Annyiszor bámulok napszent Ülíszre, benne meszik országát veszem észre, hol tündérjányok énekelnek, húz emberek, soha nem veszekednek. Gyönyörködöm a napszent Ülíszekbe, Jet fekszik le a nap arany fészkibe, és szeliden a napot hátra nézve, mikor körötte minden aranyba festve. A 13 000 főnyi Szabófalván körülbelül még 2-3 000 ember beszéli ezt az archaikus 800 évvel ezelőtti csángó magyar nyelvet, ami döbbenetes, hogy Lakatos Demeter költészetében, mint a kihalló, kihugyó gyertyavilág egy utolsó hatalmas fellobbanásában művészi szintre emelkedik ez az archaikus ősi nyelv. Lakatos Demeter soha életében nem tanulhatott magyar iskolába, romános helyesírással, néha román betűket vegyítve, keverve a szövegbe írta a verseit. Messze ott, hol napszentül le, megfog vala apóm szokszor kezem túl, mit csissza valahul a nap leszentül, mondja vala. Gyermek látott, boszk, nini, messze ott hull, nap lebújik, ott, nini, ott vagyunk egy nagy szép ország, tudd meg tíz, megjárdott az világodant, ha leikrész. Én elmenek most, vín vagyok, nem ura, ne felejtsd el, én tanítlak csak jóra. Jet meghult, okkor is mondta halálnál. Mit mondtam, íltem be, ne felejtsd el. Riúdzset, mondta Basú nekem, erek ki, mintha most is láttam, mint folna künnyi. Mondta nekem, én nem tudtam mostani. Elég most az ő tüze, hogy belém ég. Nem felejtem el szóhaszebb apómat, kicsi kecset voltam, nekem mit mondott? Ott vagyom, a mi kországunk. Tudd meg jól, ott, hol a nap minden öszte leszen túl. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gergelynek a gyönyörű verseket és a gyönyörű előadást. Eszembe jutott, miközben hallgattalak, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy hát a csángók úgy tekintenek a saját nyelvjárásukra, mint egy rozsdás villára, amivel már nem is lehet és nem is illik a 21. századba enni. Hát az ember azt gondolja, hogy hát ez a rozsdás villa valakinek a kezébe azért aranyát tud változni, és ez ugyanúgy érvényes a népdal területén missziót vállaló népzenészekre is, és hát tessék, itt van egy aranyvilla mellettem. Van még egy nyelvjárásba alkotó költője a moldvai magyarságnak, Duma István András, aki a távolból és lélekben van jelen ma este itt velünk. Kértem, hogy küldjön verseket, és a következő 4 verset küldte el. Engedelmükkel most én ezt felolvasom, ezeket a verseket, de nem Csoma Gergely tökéletességével. Szereti ének. Cirír, cirír, bum, bum, specére. Karcumba porkázunk lücsösbe. Tilinka es fújja, spurcantó, cinka külbecs után, vagy ricskó. Alló szökik márzsa löjtőre, suta herágot nyúz egresbe. Ennyi rász a pálcát megnezi, mert a cefre időt elveti. Nyireles fújja a sütőjét, kimért megszorítja a gerdányát, szálkemnek elveti a helyát, aztán bocskora köti pórázt. Cenkébe dobja a kiskorcát. Zsegera elkezd nyivákolni, pipirigben pütypát ézgeti, pirkók, sricskók üccsük epecét. Taparáska nyissa levelét, Szent Györgynek a szála kebelét, korán szökik kévébe, vézém várna este kilérbe. Mátkázóig várok nyeregbe, szemárt elhagyom ideibe, kacagjon, mint pislány fészekbe, mert te kakas csirkét kell védje.
Én országom Moldova. Én országom Moldova, ott nem tudok szólni, érzésemet ott soha nem lehet elmenteni. Szájom bé van dugva, szemem elburkolva, nem tudnak megértni, nyelvemen beszélni. Én országom Moldova, ott nem tudok szólni, érzésemet ott soha jól nem lehet érteni. Szájom bé van dugva, szemem elburkolva, gyerekeknek csángolni nem lehet, gyerekeket csángolni nem lehet megtanítni. Senki testvérekből nem tud segíteni, szereti patakból könyvet választani. Temetőkben sírainkat nem tud, temetőkben síraink nem tudnak nyugodni, megértük a hótakat, elfogjuk lesz tagadni. Erdőink, mezőink, patakok, vizeink, rivánk hújjatok, örökkére dugjatok, hanem tűkárpátok, ketté szakadjatok, münköt Moldovába veszni ne hagyjatok. Fény öröme. Kisírta az urunk buját, fénnyel örventeti lombját, megmutassa a reményt, kényezteti élőlényt. Mondd meg, uram, ezzel jellel, a te gyönyör szép képeddel, mondd meg, mind ez szóba kincsbe, mondd, hogy mindenki megértse. De én miért szóllak te neked? Te jól tudod és jól érted. Figyelsz szavunkra, gondunkra, figyelsz földi hatalmunkra. Kevést értők, kevést érzők, külön-külön mi megélők. Fényünk ragyog az időbe, élves halva természetbe. A hatalmas törvényszíget olyan nekünk, mint a liget. Öröm lelkem, öröm szavam, uralkodótól hatalmam. A római katolikus egyház részére. Teremtőm, ki eget s földet, engedted a szemünknek, a hangot és szélkereket emelted a lelkünknek, megadtad a tudás útját, ennek szép jó értelmét, megengedted a madárnak édeskedves énekét, a halnak, hogy a vízben úszni, s a kőnek, hogy űrbe jutni, megadád a magyar nyelvet, csángó értelmet szólni, engedd meg arra, kérlek, téged megszólítani. Őrizd meg a csángó népet kertedben énekelni. Ő értelmén, szóban s hangban mennyekbe emelkedni. Mert úgy értsük, hogy a nyelvünk egyik kincs az, az Istené, s majd, ha megmarad a népünk, példa az emberségé. Ez volt Duma István András költészetének a ízelítője. És legfőbb ideje, hogy rátérjünk a tárgyra, azt hiszem. Visszamegyünk a rendszerváltozás időszakába, és arra kérem Szidóniát, hogy legyen kedves, mint a jelenlegi folyóirat felelős szerkesztője, beszéljön nekünk a kezdetekről, arról, hogy mit tudunk. Én azt hiszem, hogy nagyon keveset, mert hogy sajnos nem igazán tartjuk számon úgy ezt az újságot, ahogyan az megérdemelné. Tehát, hogy mit tudunk az alapításról, ki alapította ezt az újságot, mikor, miért, milyen céllal, kik voltak a szellemi és anyagi támogatói, és hát a szerkesztői. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hallatszik. Jó. Hát a lap első száma 1990. márciusában jelent meg Sepsiszentgyörgyön, Erős Péter szerkesztésében. Alapító tagjai voltak még Nyisztortinka és Bartos János. Hoztam is az első lapszámból. Mutathatod. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Sepsiszentgyörgyön élő moldvai, csángó-magyar származású értelmiségiek kezdték szerkeszteni a lapot, ők alapították. Később a szerkesztésbe bevonták még sepsiszentgyörgyi értelmiségieket, innen ki kell emelnem Gazda László tanár úrnak a nevét, aki az utóbbi években, az utolsó években, amíg Szentgyörgyön jelent meg a lap, felelős szerkesztője volt a lapnak. Az első számban a szerkesztők e kép fogalmazták meg,
Olyan csángú újságra van szükség, amely rólunk, moldvai csángú magyarokról ír, de nem csak hozzánk szól, hanem mindenkihez, aki ismerni szeretné a moldvai csángú magyarok életét, igaz történetét, kultúráját. Ami a legfontosabbnak tartunk, az a történelem, amelyet az utóbbi évtizedekben hallatlanul elferdítettek. A most megjelenő újságunkban mindezt tisztázni akarjuk. Amint Laura is felmutatta, és lehetett látni, hogy az írások többségét román nyelven is közölték, hogy az írni-olvasni, magyarul írni-olvasni nem tudó csángó testvéreik is értékeik tudják olvasni a lapot. Kezdetben nagy volt a lelkesedés, egyházak, civil szervezetek, egyesületek és nagyon sok magánszemély új Erdélyből, Romániából, mint Magyarországról jelentős támogatást nyújtottak a lapnak, olyannyira, hogy az első két évben több ezres példányszámban jelent meg, ami úgy gondolom, hogy ma már elképzelhetetlen a folyóiratos palettán, tehát azt hiszem, hogy a Kárpát-medencében 2-3 olyan lap van, amelyik 2000-nél nagyobb példányszámban jelenik meg. A terjesztés sajnos 91-ben Magyarországhoz hasonlóan Romániában is a terjesztő vállalat az csődbe ment, tehát a terjesztést is magánszemélyek vállalták fel, tehát egyházi papok, főleg római katolikus papok, pedagógusok, és nyilván a szerkesztők azok a szülőfalujukba bevitték, és ott így tudták terjeszteni a lapot. 1992-től, tehát itt nem mondtam az egész címet, Csángó újság, moldvai magyarság lapja, Gazeta Csángailor néven jelent meg 2 éven keresztül. 92-ben nevet változtattak, tulajdonképpen megcserélték a címet az alcímmel, és ezentúl moldvai magyarság névvel, Csángó újság alcímmel jelent meg a folyóirat. Ezt a szerkesztők tisztázták is a következő lapszámukban. Elsősorban tették ezt Domokos Pál Péter szelleme iránti tiszteletből. Másrészt meg tudatosult bennük, hogy a csángó megnevezést, a román nacionalista szemlélet az nagyon manipulálni tudja. És sokkal fontosabb kihangsúlyozni azt, hogy moldvai magyarok vagyunk, mint hogy csángók, mert rengeteg támadás írta a lapot. Hát az önzetlen támogatói szándék azért az évek során alább hagyott, fokozatosan csökkent a példányszám is, végül 1998. decemberi számban jelentették be a lap megjelenésének szüneteltetését. Hát reményüket fejezve ki, hogy ha megteremtődnek ismét az anyagi feltételek, akkor újraindítják a lapot. Egyébként szintén 4 oldalon... Milyen rendszerességgel? Tehát havonta jelent meg a lap, egészen 96-ig, 96-tól 98-ig 2 havonta. Tehát akkor már látszott, hogy az anyagi keretek nem engedik meg azt, hogy havonta jelenjenek meg, és 2 havira tértek át. Ez történt 98 decemberében, hogy került Szeredába a lap? Igen, egy kicsit sok minden elhangzott. Engedd meg, hogy reagáljak egy pillanatra, egy jelenségre. Kértem Szidítől, hogy próbáljon utána járni annak, hogy Moldvába, hogy terjesztették, vagy kik tudták terjeszteni a lapot, és mert hát kíváncsi voltam, hogy ez máshogy hogy volt nálunk, valamilyen úton, módon Magyar Faluba is felbukkant a nap, de nem tudom, hogy hogyan, és vagy hogy kik révén. Olvasni természetesen nem olvastuk, nem csak a magyar részét, mert ugye két nyelvű volt az újság, az első számtól kezdődően, tehát eredetileg is egy kétnyelvű lap, képes lap. Nem csak a magyar cikkeket nem tudtuk olvasni, azokat nem tudtuk, a románokat nem
akartuk, vagy nem, tehát, hogy kultúrája nem volt annak, hogy az ember leül újságot olvasni, viszont nagyon nagy hasznot húztunk a lapból, mert akkor már a Szköntelyá kommunista lapot nem kellett megrendelni, és nagyon kellett a papír a háztartáshoz. És hát ez nagyon szomorú, és azért gondoltam megosztani, hogy tehát, hogy nálunk ez egy ilyen házi jószág volt az újság. Valószínűleg bele-bele olvastak a felnőttek, de egy valami, tehát, hogy inkább használták a papírt, mint haszonállatot idézőjelbe. És egy emlékem megmaradt, hogy röhögtek a felnőttek azon, hogy milyen csúfbábákat mutatnak az iárba, hogy tudtak ilyen csúfbábákat föltenni az iárra. És ez sokáig megmaradt, hogy ami rólunk szól, az titokban megnézzük, mert azért kíváncsiak vagyunk, de ha olyan, akkor nem vállaljuk föl. Hát ez egy kis zárójel. Tehát azt hiszem, hogy ahogy Szidi is említette, rólunk szól, de talán a világnak leginkább, és a legkevésbé moldvaiaknak, de ennek viszont is azért gondoltam hozzátenni a mondókámat, mert hogy ennek egy nagyon érdekes oka van, hogy miért nem terjed Moldvába. És akkor azt hiszem, hogy most az következne, hogy beszéljünk a tartalomról, hogy milyen tartalmú ez az újság. Ugye említetted, hogy elsősorban tisztázni akarta a történelmi tévhiteket, legalábbis a saját álláspontot is megfogalmazni, közvetíteni. Azt hiszem, hogy elsősorban ez a pusztinai értelmiségi kör, illetőleg akik az ő szellemi társaik lettek, elsősorban Gazda László. Tehát, hogy ez a tisztázó szándék, ez megvan, és mi más van még ezekben a korai, az első 8 év kiadványaiba, tehát, hogy ezt te nyilván áttanulmányoztad, hogy mit tartalmaz. Igen, tehát, amint említettem az előbb, tehát egy 4 oldalas újságról van szó, ami terjedelmileg ugye nem engedi meg sem a hosszú tanulmányok közlését. Rövid híranyag majdnem minden számban volt, tehát beszámoltak a fontosabb eseményekről, a fontosabb törekvésekről, ugye ami az egyházi nyelvhasználat, az iskolai anyanyelvhasználat kapcsán fejtettek ki, az egyesületekről, a Csángó Szövetség születéséről, emellett moldvai néprajzi gyűjtésekből népdalokat, balladákat tettek közzé, és nyilván a legnagyobb hangsúlyt azt a történelmi tárgyú forrásmunkákra helyezték, de amint említettem, hogy az újság terjedelme nem engedte meg, tehát nem tudták egészében ezeket közölni, csupán szemelvényeket. És akkor itt majd rátérek az új folyóiratnál a lényegre, tehát a Ferences István által elképzelt szerkezeti váltásra. Igazából az következik, hogy ugye volt egy kis szünet. Igen, és tehát akkor 98. decemberében jelent meg az utolsó szám Sepsiszentgyörgyön, és 99 nyarán kereste meg az egykori háromszék kiadó képviseletében Farkas Árpád Ferences István, tudva, hogy ő szívügye tulajdonképpen a moldvai magyarság, nagyon sokat járt be, több írásra jelent meg. Akkor három éves volt már a Székelyföld folyóirat, külön rovatot szentelt Kelet-Népet címmel a moldvai magyarságnak. Tehát megkereste, hogy nem-e venni át a kiadását és a szerkesztését is a moldvai magyarságnak. Hát Ferences István gondolkodási időt kért, azt mondta, hogy nyilván szeretne utána járni, hogy milyen támogatókat tud szerezni, és biztosítani tudja-e majd a folyamatos megjelenést, mert annak nem lenne értelme, hogy 2-3 szám megjelenjen, és akkor ismét szüneteltessük. És egyébként határozott meggyőződése volt, és most is az, hogy ezt az újságot bent Moldvában kéne szerkeszteni. És akkor néhány hónap múlva körbejárta Magyarország meg erdélyi
szervezeteket, és 2000. januártól átvállalta a szerkesztését a Székelyföld folyóirat mellett. Ugye működött a Székelyföld alapítvány, és akkor az alapítvány segítségével tudtunk pályázni a Csángó újságnak a kiadására. Hát Ferences, amikor átvette nyilván, hogy tisztázni próbálta azt, ő elsősorban nem újságban gondolkodott, hanem folyóiratban. Tehát pont azért, mert mi Csíkszeredában szerkesztettük, nem voltunk Csángó származásúak, másodállásban kezdtük ezt szerkeszteni, tehát nem tudtuk felvállalni azt, hogy minden héten, minden eseményre bemenjünk. Persze voltak tudósítóink, de az újság jelleget azt teljesen fel kellett adni, és nyilván amellett, hogy a moldvai magyarságról, és elsősorban a moldvai magyarság számára szerkesztődött a lap, ugyanakkor a hangsúlyt fektettünk az irántuk érdeklődő úgy a magyar, mint a román olvasók érdeklődésére. Nyilván, hogy ez a váltás egy új arculat kidolgozásával is járt, amelyben Ádám Gyula fotóművész segített annak idején Ferencesnek, és kisebb formátumban 24 oldalon kezdtünk el megjelenni, szintén havonta és szintén két nyelven. Tehát tisztában voltunk azzal, hogy a moldvai magyarság körében, hogy az asszimilációjuk és a nyelvcseréjük az évszázad, szinte egy évszázada tart, és hogy a nyelvi kompetencia szint az úgy falvanként, mint generációnként nagyon változó. És emiatt fontos, hogy román nyelven is a fontosabb tanulmányok megjelenjenek. A tanulmányok román nyelven való megjelenés azonban megjelenésével román kutatókat is próbáltunk megszólítani. Ugye, mert romániai magyaroknak, nekünk, mivel tudunk románul, elérhetőek a román szakirodalmi tanulmányok, a románság viszont nem ismeri a magyar szakirodalmat. És nagyon sok visszajelzés érkezett az évek folyamán, hogy azért mégis fontos, hogy a másik oldalnak az érveit, tudományos kutatásainak az eredményeit megismerjék. Visszaveszem a szót. Nagyon nehéz bármit is mondani, vagy megcáfolni Ferences szándékát, hogy moldvába kell szerkeszteni, de hát azt hiszem, hogy pont a lap születése mutatja azt, hogy nem véletlen nem született sem pusztinán, sem moldva egyéb részein, és talán nem is elsősorban azért, mert politikailag nem volt lehetőség rá. Hát azért, mert írni, olvasni nem tudtak talán még őszerős Péterék se, illetve hát a Erős Péter volt az első szerkesztője a lapnak, majd később őszerős Péter. Tehát, hogy még mindig azt hiszem, hogy egy komoly fejtörést okozó probléma az, és nem tudom, hogy van-e rá válasz, hogy lehet-e úgy alkotni, hogy szellemi sivárságba, meg szellemi kulturális közeg nélkül. Tehát, hogy nem véletlenül nem születik semmi moldvába, azt hiszem, mert hiányzik a közeg. És az egyes, tehát az életutak, az egyes életekre lebontott történetek, vagy hát ezekből az életutakból látszik az, hogy be kell épülni egy szellemi közegbe, tehát egyenként is, meg közösségként is, ahhoz, hogy helyben, vagy hogy egyáltalán valami kibontakozzon. Ez nem lehetetlen a mai világban, és lehet nem csak az internet miatt, hanem úgy egyáltalán talán most már az írás-olvasás képessége is elterjed a fiatalok körében. Tehát nem lehetetlen, és bízzunk benne, hogy moldvába is fognak születni
folyóiratok, alkotások, természetesen magyar nyelven is. Mielőtt kicsit részletesebben is beszélnénk, de szerintem már csak a következő blogba arról, hogy akkor tényleg ez a lap mit tartalmaz, ez az újabb, a Ferences éra óta, tehát mit tartalmaz, milyen rovatok, ki a szerkesztő bizottság, illetve hát kik a szerkesztők, kik azok, akik feltöltik tartalommal a lapot. Előtte megkérdezném, hogy te mikor kerültél a laphoz, illetve hát ha lehet, személyes indítatásod esetleg volt-e, hogyha ezt megosztanád, hogy túl azon, hogy oda kerültél a Székelyföld szerkesztőségéhez, hogy esetleg valami plusz motiválta téged ebbe a feladatba, mert azt hiszem, hogy Ferences nem véletlenül, és nem is, talán nem is csak a pénz, az anyagiak miatt gondolkodott a dolog elvállalásán, tehát azt hiszem, hogy benned is kell, hogy legyen valami, halljuk, mi az. Hát én 99-ben kerültem haza Debrecenből, és szerencsém volt, mert akkor üresedett meg egy szerkesztői állás a Székelyföld szerkesztőségében, akkor oda versenyvizsgáztam sikeresen, úgyhogy amikor engem már felvettek, akkor útban volt ez az egész terv. Tehát akkor már Ferences igennel válaszolt a Szentgyörgyieknek, úgyhogy a kezdeti fázisban a tervezésnél nem voltam ott, de mivel januártól már én is segítkeztem a lap szerkesztésében, így lehet tekinteni azt, hogy a kezdetektől ott vagyok. Hát a moldvai magyarsággal való kapcsolatom, hogy mikor találkoztam én például a moldvai magyarokkal először, hát a csíksomlyói búcsón, de még a régi érában, amikor a templomkertén belül és a templomban matracokon aludtak, és semmiféle tiltást nem érzékeltünk annak idején, sem a napfelkeltekor, amikor kimentünk a hegyre, sem a templomkertbe, annyi, hogy nem lehetett ugye keresztaljákkal kivonulni. Egyébként azóta is, hát nem visszasírom, de az valahogy inkább a miénk volt, mint a mostani. Tehát én ezt nem akarom azt mondani, hogy ellenzem azt, hogy több százezer ember gyűl most össze Csíksomlyón, csak ez már valahol nem csak a miénk. Persze mindenki az is jó, csak mi már másképp éljük meg. Hát ugye édesapám is helyel közel foglalkozott a moldvai magyarokkal, úgyhogy családból is hoztam néhány ismeretet, de amit nagyon lényegesnek tartok, az a debreceni egyetemi éveim alatt alkalmam volt Lükő Gábor járni néhány csoporttársammal, és végül is az volt a belépőm is a Székelyföldbe, hogy akkor töltötte a 90. életévét, és készítettem egy hosszú interjút vele, úgyhogy ő is meghatározó volt. Tehát szakmailag úgymond nem moldvai magyarokból írtam sem a szakdolgozatot, sem a később a doktori dolgozatomat, de benne voltak a látókörömben. Hát, hála legyen Istennek érte. Most elcsendesedünk, és felkérem a Beherka együttest, hogy legyenek kedvesek. Most azt hiszem, hogy megzenésített verseket fogunk hallani. Köszönöm szépen. Az első bevezető muzsikánkban nem a moldvai költők versenyt játszottuk, hanem egy moldvai balladát hallottak. És pár évvel ezelőtt a zenekar a Csángó költők indítatására készített egy olyan CD-t, egy lemezt, ahol többek között olyan vers is elhangzik majd, amit például a Laguna Szabad, vagy Duma Andrásnak az Én országom Moldova című verse a mai este folyamán el fog hangzani. A
Következő blokkban Lakatos Demeter Csángó költőnek két versét fogjuk eljátszani. Ezek a dallamok részint a moldvai kultúrának, moldvai táncdallam kincsnek a dallamai, részint pedig saját fantáziák által megihletett dallamok, amik a vers olvasása közben egyszerűen belemásztak a fülünkbe, oda csavarodtak a sorokra, és így született a versnek és a dallamnak egy érdekes ötvözet, amit most hallani fognak. Lakatos Demeter két verse következik, tehát az egyik a Csángó imádság, a másik pedig Lakatos Demeter tájleírót költészetéből egy nagyon szép vers, aminek az a címom Szép a falu. Érdekességét még elmondom, hogy ezen a lemezen egyébként a Csoba Gergely szaval két verset, és Demse Mártonnak is egy verse szeretel annak halottak balladája. Hallgassák Lakatos Demeter sok szeretet. Add meg nekem, Istenem, minden napi kenyeret. Őrizd meg minden rossztól, minden baj, minden gonosztól. Adj szüliknek Take a
lejtem, ott állunk a faluba, a téli őstéget én mentem lányozni a faluba. Nem falu földön nem lehet, amit elhagytam én mond, volt folymódva és a szeret a virágos tájakon. Ismert irodalommal, szép irodalommal folytatjuk. Kábor Feliciát kérem szépen, hogy olvasson fel nekünk. Édesanyám, kiske voltam mámukám, 3 vagy 4 esztendőske. Mentem magamra Grödinicába, s minden sorkan kerestelek. Mámi, mámi, magamra félek. Mentem még el lépésre, még egyet, s úgy fájt, se mennyire fájt, hogy magamra vajak, se magamra menek. Bá akartam, hogy ott leír, az én mámám, hogy kezemet fogd, ha jel ne veszel, hogy szájamat nézd, ha beszélek, hogy szememet lesurolt, ha bőgök, hogy térdemet megsikítkost, ha megütöm, mikor megbotlok. S hányszor megbotlottam, csak úgy, hogy mégis elássák, hogy fájjon, hogy bőgjek, hogy ha-ha akkor csak úgy ott leszel, meglátod, meghallod, se megölelsz. Kiske voltam, mámukám, árös kiskeske, de volt nálam még kiskebbes, s te avol voltál. S ha nem vele, ha ingyen vártál, s rián gondoltál, hogy hol lehetek ilyen sokat, hogy mikor érek lesz haza, hogy nem estem el, nem fáj a térdem, kisúrolja a könnyeimet, s ki? Ki a lelget, mikor te nem tudsz ott lenni, édesanyám? Minden évben készülöttünk március 8-ára, hogy felköszönthessük. Ki verssel, ki énekkel, ki virággal és egyébbel. Napokon át titkolozásba folytott esti szervezkedések, kerestünk téged minden versben, énekben és táncban, hogy megmutassuk, mennyire szeretünk. Ezen a napon elmondhattuk ki így, ki úgy, mert nálunk
nem volt máskor szokás ezt kimondani és megölelni. Kitettünk magunkért, s te szelik mosolygásoddal karodba zártál minket egyenként. Évente egyszer sorban mindenki. Toporogva vártam a soromat, mint ahogy a többiek is. Remegtem, minden porcikám kívánta az én pillanatomat, téged, az ölelésed, a rám záruló karodat, a rám eső tekintetedet. A büszkeséged akkor csak én voltam, és te egy pillanatig, amíg más nem jött. Belezsufoltad mindenkibe a szeretetedet, mondd, hogyan pótoljuk az ölelésedet. Elmúltak anyám az évek, sok gyermeket felneveltél, és mind elmentünk, mind a 11-et. Ki távolabbra, ki közelebbre, és ki örökre. Útravalónak odaadtad a pillanatokat mindnyájunknak. Mindenki elvitt belőled egy darabot, mondd, mi maradt még benned? Honnan van erőd reggel felébredni és rámosolyogni az aznapra? Nincs gyermeked melletted, nincs senki, aki azt mondaná, édesanyám. Bennem most az a kis darabka, amit adtál, szúr már fáj, utána kiállt, és a többi része után, mint aznap régen, amikor talán 3 vagy 4 éves lehettem, és óvodába mentem. Annyira hiányoztál, és annyira akartam, hogy mellettem legyél, hogy jókorát botlottam, hogy jó erősen vérezzen a téldem, hogy segítségemre siess, hogy ott legyél velem. Nem botlok most, és nem is vérzek, és a te belőled való darabot nem visszaadni akarom, hanem csak megköszönni, hogy engem világra hoztál, és vagy még nekem, ha távol is, az édesanyám. Ja, Istenem, Felicia, Marci, légy szíves gyorsan, te is, mert mindjárt sírni fogok. Igen. Te következel. Na, akkor fussak egyet. Ne fuss, vedd a mikrofont a kezed. Hát akkor... Csak nyugodtan. Azért, hogy hallom, mert nem hallom. Ilyen gyorsan nem lehet, hát a koromhoz képest így megkergetni. Lenyeltem a könnyeimet, most már nem kell sietni. Ez az. Már itt az élet. De az időnk lejárt. Hát, én 2 verset olvasnék fel. Az egyik a most ősszel jött be erre a világra, és az 56-os eseményeket szerettem volna valahogy érzékelni az én szemszögömből. Anno Domini 1956. Őszelőn szökkent szárba fehér kelyes ilyomszálunk. Népi írók őskemény álma indította jövőbe országunk. Szabadságunk csak néhány napig fény lett, november 4 hajnaláig. A Kossuth téren lőtték a népet, Kádár tárcsázta az orosz sereget. Rengett hazánk keleti határa, tankok taposták létünk halálra. Mindenhol omlottak az arcok, de visszalőttek a pesti srácok. Nagy Imre beszédet mondott. Megtámadtak a szovjet csapatok, a kormány helyén maradt, katonáink harcban állnak. De meddig? Nem sokáig. A következő napok hajnaláig az utcák holtakkal tele, kórházak sebesültekkel tömve, ártatlanokat sortüzek írtották. Debrecen Salvótórián gyászol, Moson-Magyaróvárat holtan hagyták, ezekért nem csak az orosz lakor. Fratres, Agnos Camus Pecata Nostra. Testvéreim, valljuk meg saját bűneinket. Márai mennyből az angyalt hívá, Pater Noster Quesin Celis, hó helyett vér sírt az ég is. E pur si move. Túléltük.
aztán lett a recski gúzsba kötés. Ezekről mikor lesz számvetés? 60 éve, még élnek a keselyük. Egyik másik fia a parlamentben dönget Kádár apró dögei ütemben, van aki, de kád sem ér szemünkben, kardlapoztatott, szemet lövetett, még nincs börtönben? Credo in unum Deum Pater omnipotentem, credo in Sancta Maria Mater, hiszek Magyarország feltámadásában. És egy másik is, hogy siessek, mert a korbács, szókorbács, bocsánat, mellettem van, és azt mondja, hogy siessek. Hát siessek, csak meg kell találjam a... Mi kell? Csangó halotti beszéd. Látjátok feleim zömtükkel, mik vagyunk, és a púr meg hamu vagyunk. Nézzétek, mik maradtunk. Századok óta magyar misét esdünk, iskolát, szentigét, Petrás Ince János életét adta, liturgiát magyarul mondta. Látjátok, nyelvünk porlad, kevés már anyai szép szavad, igen, igen, elszegényedtünk. Elvették ezer éve beszélt nyelvünk. A pap románul mormul imád koporsunk felett, nevünk halálát hirdetik uton útfélen, nincs magyar csillog az égen. Szabófalván halott lakatos Demeter szava, Klézsin templom előtt Petrás Páter szobra, kemény szóval került udvarra. Pusztinán Szent István alakja csak magánkertből néz az útra. Végbajban a csángó felekezett. Nevünkön rég nincs ékezet, adjátok vissza neveinket. Háborog a fekete tenger, ott is él csángó magyar ember. Román nyelvű katolicizmusnak nincs irodalma, költészete. Nincsenek írói, költői, semmi gyökerű emlékezete. Gyulakutai Ravasz István Somoskán tanított magyar szóra, Isten nyugasztalja. Hazatért örök vallatóra, és kiderült, hogy a 50-es években közönséges besugó volt. Ez csak zárójel. Fazakas Antal is tanított mindenre, ő küldött Kovács Déneshez Klézsére. Ötödikbe akkor már románul kellett tanulni, kus magyarul. Nálunk édeni volt minden, megmaradtunk István hitében, tisztaságunk román politika piszkítja. Köszönöm szépen Demse Mártonnak, és elnézést, hogy megsiettettem, Marci, majd külön elrendezzük ezt a tragédiát. Megijedtem, amikor az órára rápillantottam. Köszönöm szépen, nagyon szép versek voltak. Most megpróbáljuk összefoglalni akkor a ma megjelenő moldvai magyarságnak az arculatát és a tartalmát, és akkor arra kérem Szidit, hogy legyen kedves, foglalja össze nekünk, hogy akkor először is kik szerkesztik, illetve hát azt hiszem, hogy itt is voltak időnként változások, elmentek, jöttek új emberek, tehát ki segíti a te munkádat, és hát rovatok alapján nyilván célok, minden rovat egy-egy célt teljesít. Azt említettük, hogy képes újság, ez is megmaradt, a kétnyelvűség is megmaradt, illetve hát igen, tehát, hogy ki dönt, és miről. Köszönöm szépen. De hát visszatérve még, de nem elégszer Ferences Istvánra,
neki nem csak az anyagi hátteret sikerült összehoznia, hanem egy olyan szerkesztői gárdát is megnyerni a lap mellé, akik azóta is folyamatosan közölnek a lapban, és szívügyüknek tekintik a lap megjelenését. Hosszú lenne a sor, ha mindenkit fel kéne sorolnom, de mégis kiemelnék néhányat közülük, hát Halász Péter néprajzkutatót, Táncos Vilmos néprajzkutatót, Sánta Attila írót, közírót, Borbát Erzsébet tanárnőt, aki nagyon sokat segített nekünk az elején, téged Laurát, aki évek óta folyamatosan közölsz benne. Sánta Attila egyébként 2 éven keresztül volt felelős szerkesztője a lapnak, amíg én szülési szabadságon voltam. Egyébként ő tanított bent Moldvában is, úgyhogy egyre szorosabb a kötődése neki is. Hát röviden felsorolnám, és néhány szóban beszélnék a rovatainkról. Vannak állandó rovataink, és vannak emellett még helyet kapó időszakos rovataink. Hát majdnem minden számunkban van egy hírek beszámoló, külső munkatársaink terepen készített riportjait, interjúit jelentetjük meg ezekben. Beszámolunk a fontosabb eseményekről, a Csángó napról. Ezt röviden azért erre visszatérnék, hogy 2000 őszén Klézsén Duma András házában civil szervezetek, politikai képviseletek, folyóiratok egy 3 napos tanácskozást szerveztek, hogy a főbb csapásokat szögezzék le, a oktatás vonalán, egyház vonalán, és akkor született egy olyan döntés is, hogy legyen az erdélyi nagyvárosokban szervezzenek minden évben egy napot, amikor csángó magyarok bemutatkozhatnak. Ez egyébként tudom, a szintén Ferencesnek volt az ötlete. Neki meggyőződése az, hogy ha bár az utóbbi 25 évben egyik legkutatottabb népcsoporttá vált a moldvai magyarság, nagyon-nagyon kevés információ jut át a tudományos életből a köztudatban. És ez a helyzet, mondhatjuk, hogy Csíkszeredára is jellemző. Tehát az emberek tudatlanok, és még mindig furcsán néznek azokra a csángó gyermekekre, akik egymás között románul beszélnek. És valahol a lapnak az egyik küldetése is az, hogy az erdélyi és a magyar értelmiségieket kicsit felrázni ebből a nem törődömségből, és felvilágosítani esetleg, segíteni nekük abban, hogy jobban megismerjék, és nem csak a múltjukat, hanem a jelenüket is. Na tehát akkor hírek beszámolók rovat, Halász Péter néprajzkutatóval együtt a Mire lehetünk büszkék rovatunkban arra keressük a választ, hogy mit érdemes tudniuk egyes csángó magyar települések lakóinak a falujukról, mire lehetnek büszkék. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy büszkék lehessenek valamire. Az Idő kutyából című rovatunkban Sánta Attila nyelvtörténeti toponimiai kutatásainak eredményeiről tájékozhatnak az olvasók. A Fehéren-feketén rovatunkban pedig többnyire Táncos Vilmos tanulmányait közüljük. Ajánlom figyelmükbe, hogyha esetleg nem ismernék a hányan vannak a moldvai csángók hosszú tanulmányát. Nagyon érdekes az is, hogy merült fel benne, vagy mikor ez a kérdés, mikor ellentmondásos adatokat kapott egyik helyen 50 ezer, másik helyen 200 ezer, és akkor ezt az egész kutatást, amit egyébként megismételt 10 évre rá, és településenként, generációnként nagyon komolyan felmérte a nyelv állapotot Moldvában. A forrásaink rovatunkban Seres Attila történész és Jankó Laura jóvoltából olvashatunk olyan dokumentumokat, jelentéseket, leveleket, amelyek eddig még nem jelentek meg, főleg a Magyarországos Levéltárnak az adattárából tették közzé ezeket.
A merítés rovatunk a szintén Jankú Laura nevéhez fűződik. Ezt a 2000-es évek még a legelején indítottuk ezt a rovatot, és Laurának a Borbát Erzsébet tanárnőhöz írt leveleiből. Igen, igen. És ugyanebben a rovatban közöltünk később a verseiből és néprajzi gyűjtéseiből is. Nyilván, hogy beszámolunk minden olyan, recenzálunk minden olyan könyvet, ami a moldvai csángókkal kapcsolatban jelenik meg úgy Erdélyben, mint Magyarországon. Tematikus számaink is jelennek meg. Még röviden beszélnék arról, hogy a csángó is, vagy a moldvai magyarság mellett könyvkiadási programot is elindítottunk. Ez kezdődött Duma István András Én országom Moldova című verses kötetével. Abból sajnos nem tudtam hozni, csak így felmutatni, de egy párat azért hoztam attól. Demse Márton csángó küzdelem kötetét, Laurának Pár csángó szó első verses kötetét, amit Ferences István válogatott és szerkesztett. És útjára indítottunk egy kétnyelvű Bibliotheca Moldaviensis című sorozatot, amelyben olyan forrásokat, dokumentumokat teszünk közzé, ami nehezen fellelhetőek, és mindenképp a moldvai magyarság múltjának, történelmének megismeréséhez nagyon fontosak. Csak néhányat említek közülük, Petrás Ince János Döbrentei Gáborhoz írt feleleteit, Zöld Péternek a püspökhöz írt jelentését, és akkor jó néhány román kutatónak a munkáit is közöltük, itt Joan Ferencnek a kunokról és püspökségükről, Rossetti munkáját és Nastase munkáját, aki ebben a tanulmányában egyébként jászvásári történelem professzor volt, a 20. század elején tevékenykedett Jászvároson. A moldvai magyar betelepedés szakaszait próbálja ő feltárni. Nyilván, hogy ezek a román kutatók a román lexikonokban nem szerepelnek, tehát jó mélyen el vannak süllyesztve a fiókba. Mi ezt a 10 kötetes sorozatot nagyon fontosnak tartottuk, és a román kutatók részéről is sok pozitív visszajelzést kaptunk, ez is fontos számunkra. És akkor még a további könyvek előtt még szeretnék arról beszélni, hogy talán amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy tényleg a Duma István András első verses kötete nálunk jelent meg, Laurának az első verses kötete nálunk jelent meg, és Feliciának az első kötete is nálunk jelent meg. Mindháromnak külön története van nyilván. Duma András verseivel még talán édesapám is foglalkozott, de Ferencessel együtt válogatták azt a kötetre valót. Lauráit szintén Ferences gondozta. Felicia viszont egy a Lakatos Demeter Egyesülettel közösen írtunk ki egy pályázatot még 2003-ban, és arra érkezett egy önéletrajzi jellegű írása, ami első díjat nyert, és Ferences biztatására bővítette ki, és abból született meg, így nézett ki, Csángó vagyok című kötet. Tehát ezekre vagyunk talán a legbüszkébbek. Köszönöm szépen. Én nem akarok több kérdést, csak annyit talán, igen, talán annyit még, és akkor kénytelenek leszünk befejezni, hogy azt tudjuk, hogy Magyarországon elérhető a lap, a havilap, könyvtárokban mindenhol felbukkan, és nagyobb forgalommal rendelkező újságkereskedőknél is. Azt kérdezném még zárásképpen, hogy esetleg kik az előfizetői, és hát leginkább az érdekel azt hiszem mindannyiunkat, hogy moldvai előfizetői vannak, esetleg románok érdeklődnek-e a lap iránt, és hát számomra is meglepetést okozott, bár a hírt tudtam az, hogy új fejezete nyílt meg a folyóiratnak, negyedéves lap lett, és akkor légy szíves zárásképpen erre a
Kérdéskörre még válaszolj, köszönöm. Igen, hát sajnos, hogy mi is az utóbbi 3 évben egyre kevesebb támogatást tudtunk összeszedni pályázatok útján. A mi esetünkben magánszemélyek nagyon-nagyon ritkán, nagyon kevés, tehát tényleg elvétve a 16 év alatt 5 magánszemély támogatónk volt, akik kisebb-nagyobb összeggel támogatták a lapkiadását. És sajnos a Székelyföld Alapítvány, a lapkiadója nem tudta már tovább megelőlegezni azt, hogy minden hónapban megjelenjünk. Úgyhogy arculatváltással jelentkeztünk most március végén, picit bővített lapszámmal, tehát 32 oldalon jelenünk meg. Az anyagiak mellett viszont élőbbé is szerettük volna tenni. Nem csoda, hogy ennek a rendezvénysorozatnak is élő folyóirat a címe. Úgy éreztük, hogy nem elég az, amit eddig csinálunk. Nagyon elég szoros kapcsolatot tartottunk ugye a Moldvánban tanító tanárokkal is. Beszámolóikat közöltük, gyerekek írásait közöltük, de az utóbbi 2 évben mindenki, hát a Facebookra feltettem, szedd le. Hát mondom, hát az nem egy megoldás, hát ez most... Na. És úgy döntöttünk, hogy évente 4-szer összeszedünk egy 4-5 tagból álló csapatot, bemegyünk, és akkor egy-egy számot egy-egy falunak szentelünk. Az első szám az Külsőre Kecsin. Úgyhogy tulajdonképpen 2 meggondolásból lett 4-éves. Nyilván az anyagiak is nagyon fontosak, mert mondom, hogy egyelőre még az idei pályázatokról nincs visszajelzésünk, de mindenképp 2-3 éven keresztül tudjuk ezt az ütemet tartani, csak hogyha magunkra maradunk akkor is. Kell tudni, hogy 700 példányszámban jelenik meg a lap. Egészen tavaly decemberig a lapker is terjesztett, tehát minden újságos standon itt Magyarországon megvásárolható volt. Emellett nagyon fontos az, hogy a könyvtárellátó is rendel, tehát 360 darab jut a könyvtárellátóhoz, ide magyarországi könyvtárakba juttatja el. 160 előfizetője van a lapnak egyébként összesen, tehát külföldi, belföldi. Ezen kívül körülbelül olyan 120 darab megy be az oktatási központokba, a Csángó Szövetséghez, Duma Istvánhoz, Valentinhoz, Tinkához, Ilonához, tehát ők, akik ott szórják helyben a lapot. Azon kívül a nagyobb székelyföldi városok könyvesboltjaiban is lehet kapni, tehát Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyóban, Vásárhelyen és Kolozsváron, és Szentgyörgyön, ne hagyjam utoljára. Van néhány, nem túl sok, de néhány román előfizetőnk is Moldvából. Vannak kispapok is közöttük. Hát tulajdonképpen visszajelzést nem kaptunk tőlük, csak annyit, hogy évről évre megújítják az előfizetésüket. A Bákói Múzeum munkatársaival is van kapcsolatunk, tehát ők is szoktak küldeni például anyagot, helytörténeti anyagot. Röviden ennyi. Köszönöm szépen Szidinek, hogy ilyen komolyan fölkészült erre az estre, és hát nem akartam megszakítani a kérdéseimmel, mert nem én akartam beszélni, hanem aki a legjobban ismeri ezt a lapot, annak kellett ma este érvényesülnie. Köszönöm szépen a fáradtságát és a jelenlétét, és köszönöm szépen a kedves vendégeinknek a megtiszteltetést, hogy itt voltak ma este velünk. Nem készültem zárszóval, de azt hiszem, hogy azt az érzést meg kell azt osztanom, ami bennem megfogalmazódott, hogy hát
a történelmet nem mi irányítjuk, de azt hiszem, hogy nem is az a dolgunk, ez egy tévedés, nekünk csak néhány évtized adatot, és mi ezzel tartozunk elszámolni, és ezzel tudunk gazdálkodni. Nagyon tetszett nekem egy anekdóta, amit kis Ulrich atyától hallottam. Ő visszakapott a rend egy ingatlant, és akik benne tartózkodtak évtizedekig, megjelentek a rendnél, és tárgyalást kezdeményeztek, hogy hát azért azonnal ne kelljen nekik elhagyni ezt az épületet, hogy esetleg egyezzenek meg valamibe, hogy egy új hely találásáig. És fogadta a rendtartomány főnöke, asztalhoz ültek, és hát kérdezte tőle az igazgatótól, a rendfőnök, hogy hát, hogy mit szeretnének, mire volna szükségük. Hát, hogy ne kelljen azonnal elhagyni az épületet. Jó, mit szeretnének, és hát ön mondja meg. 50 év, mondja a jezsuita tartomány főnöke ennek a gazdasági igazgatónak, hogy 50 év megfelel. És hát az illető majdnem leesett a székről. Tehát, és akkor ezt azt mondta kis Ulrich, hogy ezt az anekdótát a közgazdasági egyetemen jezsuita rövid távnak hívják. Na és hát én azt hiszem, hogy így a moldvai magyarokról is egy kicsit így kell gondolkodni, hogy magukat kell szórni, magukat kell hintegetni, annak kell örülni, hogy ma este mi itt, Kárpát-medencén, én azt hiszem, hogyha így egyenként fölállnának és elmondanák, hogy ki honnan is. Hány évszázadon keresztül érkezett ide ma este ősei által. Tehát, hogy annak kell örülni, hogy ma este itt voltunk, és annak, hogy dolgozhatunk, és hogy egészségesek vagyunk, és a többit bízni a hosszú távú időre, akinek az ura a mi hitünk szerint a Jóisten, és hát azt hiszem, hogy benne nem fogunk csalódni, tehát mindenki úgy menjen haza a hétköznapjaiba, hogy van ok a reményre. Zárásképpen visszaadom a szót a Berka Együttesnek, és én már nem is fogok beszélni, úgyhogy még egyszer köszönöm az MMA-nak, az irodalmi tagozatnak a rendezést, és önöknek a kedves figyelmet, a előadóknak, meg a jelen résztvevőknek pedig a munkájukat. Viszontlátásra! Az előbb plakatos Demeter verseiből hallottak kis ízelítőt. Most Duma András két versét szeretnék előadni. Szerelmi költészetből nem hallottunk még az este folyamán, most el szeretnénk pótolni a Meddig ér a szerelem című vers bemutatásával is. Az én országom Moldova több kontextusban elhangzott. Ezt szeretném még eljátszani. Örökké a föld.